Megszoktuk, hogy a legtöbb versenyző a stadionban szerepel a nagy közönség szem előtt. Ezzel szemben a vízbevitorlások szintere a víz, illetve az egész glóbusz. A 9 hónapos versenyen közel 32 000 tengeri mérföldet kell megtenniük a 60 láb hosszú, azaz majdnem 20 méteres hajóknak és a rajta küzdő 12 fős csapatnak. Nem akármilyen kihívásnak akarnak megfelelni. A legzordabb tengereken és óceánokon keresztül kerüljük meg földünket. Költségvetését tekintve a Vidbred már vetekszik az olyan eseményekkel, mint az olimpiai játékok és a futball világkupák. Képzeljék csak el az 1993-94-es versenyt, 2,6 billió tévénézők kísérte figyelemmel 177 országból. Most pedig ennek a duplájára számítanak a rendezők, az internetet még nem is említették. Négy évente kerül megrendezésre, így már hetedik alkalommal a Vidbred földkerülő vitorlás. Eddig különböző típusú jaktok állhattak rajthoz, ezzel szemben 1970-ben csak a Vidbred 60-as rajt előtt három órával tartott sajtótájékoztatót a három hajó tervező. Ellen Andrews, Bruce Farr és Indulás előtti héten már napok óta több ezeren figyelték a hajó készülődését. Rengeteg tévétársaság örökítette meg ezeket a napokat, így a H2O Az utolsó este hatalmas tűzijátékkal hiányoztatták a 10 hajót. Angliában vagyunk így egyértelmű, hogy a hazaiak a Silkattól várják a győzelmet. Kapitány Lawrence Smith, a világ egyik legjobb vitorlázója, tartja a 24 órás gyorsasági világcsúcsot. Szintén már a harmadik Whitbreden vesz részt. Jobb keze Gordon McGill, szintén már a harmadik Whitbreden vesz részt. A hajók között nagyon csekély különbségek vannak, így jogosan esélyes mind a 10 csapat az első helyre. Az E.F. Langlidge hajószkippere. Őt a 92-es Amerika kupa győzteseként ismerjük, de akkor a számára oly fontos olaszokkal indult. A hajó legénységéből ketten, negyedik alkalommal Polkaját amerikai fiatalember tökéletesen beszél franciául és olaszul, a felesége pedig svéd. A világ 40 országában működik IF nyelviskola. Minden évben több mint 250 000 diákot vesznek fel. Két hajó indult a nyelviskola színeiben, az utóbbi az egyetlen olyan hajó, amelyen csak nők vannak. Christine Gillow a nagyszerű francia vitorlázónő vezeti a hajót. Ergonomiailag tökéletesen a nőkre tervezett. Ennyiben különbözik az IF csapat a Merit Cup Monaco színében indul, de a teljes csendes Oaklandi Grand Alton vezeti a hajót. Több ezer tengeri mérföldet tett már meg a versenyek folyamán, és az előző Whitbredet ő nyerte csapatában. Dennis Skinner a világ leghíresebb skipperének, ez az a jacht, ami legyőz mindenkit. Jobb keze Chris Dixon, háromszor volt világbajnok, összesen 8 világbajnok érme van, összesen 10 éves kora óta bajnok. Mint az ősidők vikingjei, a norvég csapat töretlenül próbára teszi erejét 1981 óta. Knut Frosted 13 éves kora óta a vitorlázás szerelmese. 8 éve a norvég olimpiai vitorlás tagja, 15 vitorlás világbajnokságon vett részt. Méltán lehet az Innovation Kvarner csapat kapitánya. Egészséges skandináv rivalizációról van szó a Kvarner és a Swedish Match között, hisz kormányosaik a 93-94-es Whitbreden egy hajóban versenyeztek. Ha a legpedánsabb tervezésre és felkészülésre külön díjat adnának, az biztos, hogy a svéd csapat kapná, amely legénységének fele új-zélandi. Holland színekben indul a Brunner Sanergy nevű hajó. Egyik elődjük Cornelius van Rijschoten nemzetűsé vált, miután megnyerte a 77-78-as és a 81-82-es Whitbredet. Ilyen eredményt várnak a Rolls-Royce tervezte hajótól is. Chessy Racing logója egy mélytengeri óriás sárkány. George Collins a kapitány meggyőződése, hogy cserélni kell a legénységet a szakaszokon. Az America's Challenge egyike a három amerikai hajónak, és szintén egyike a két nem Bruce Fall tervezésű hajónak. Ellen Andrews tervezte. A hajó elsőként nevezett be 1994-ben a versenyre. Több ezer vitorláshajó, rengeteg motorcsónak és óceánjáró utasszállító hajó kísérte ki a kikötőből a 10 versenyhajót egészen Kapszigetéig, hiszen innen rajtoltak. Néhány nappal a Vidbred start előtt pedig itt ért célba a Molhungária 1100.
Mi a Wiener-Neustadtról a Hongkong Challenge egyik földkerülő versenyhajójáról filmeztünk. Mind a vízen, mind a levegőben hatalmas volt a feszültség. Több mint 30 helikopterből filmezték a kivonulást. A hangulat koronázásaként a Red Arrows, azaz a brit királyi légierői gépei szenzációkutatványjal kápráztattak el mindenkit. A rajtelőtti percekben a rendezők teljesen szabaddá tették a hajókútját, de tapasztalt olimpiát is megjárt Andreas Hennekemnek köszönhetően egészen közel lehetünk a rajthoz. Now it's very exciting around us. So nagyon many izgalmas, boats. Hatalmas az őrület, rengeteg hajó nyüzsök körülöttük. Now they are chasing for the line. Merit Cup. A Chessy már a rajtvonalnál van. Laurie Smith is the right. A Merit Cup. This was the start gun. Nézzük, okay, itt megy előttünk épp a Toshiba. The spinnakers are going up. Laurie Smith is törekszik. EF kinyitott EF a spinnaker. First up, what's happening on Silkat? Silkat is not opening the spinnaker. Itt már látjuk, itt viszont a hátszélitorlával megy. Toshiba is very close up here. Mindegyik hajó arra törekszik, hogy minél hamarabb kiusson a nyílt tengerre. EF is leading right now. Ebben a pillanatban az EF vezet. Laurie Smith has no spinnaker up. Laurie Smith is most már egyre jobban megy előre. Toshiba is a Toshiba itt bal oldalt megy el. És az EF még mindig vezet. A rajt után a célba érkezés is hasonlóan sikerült az EF Language-nek legalábbis, hiszen a Fokvárosig tartó első szakaszon ők lettek a legjobbak. Második a Merit Cup, és a harmadik az Innovation Quarner. November 8-án tovább startoltak a hírhet Agulhas-fok megkerülésével Ausztrália partjai felé, Fremantle városáig.